Sziasztok! A mostani videóban folytatjuk az ének felvételről szóló kis sorozatunkat. Már az előző videóban azt mondtam, hogy most a Celemony Melodyn pluginjáról fogok beszélni. Közben eszembe jutott egy nagyon fontos dolog, ami az ének felvételnél elengedhetetlen, és egy picit még talán az előző videóban látottakat is megelőzi. Ez pedig a mikrofon jelszintjének a beállítása. Ugye miről is van itt szó? Általában, amikor jön egy énekes, akkor odállítjuk a mikrofonhoz, csinálunk egy-két próba felvételt, amíg beállítjuk a bemeneti jelszintet, beállítjuk, hogy milyen erősítést adjon neki az előerősítő, stb. Stb. Én általában ezt úgy szoktam csinálni, hogy a -3, -6 decibel közé lövöm be a bemeneti jelszintet. És ami még nagyon fontos, hogy vannak ilyen nagy orkánumú énekesek, náluk például nagyon kell arra figyelni, hogyha egy dal különböző hangerejű részekből áll, tehát például az elejét ilyen halkabban kezdi, de aztán egy refrénnél ott például kiadja magát, úgy rendesen az énekes, akkor ugye itt nagyon nagy eltérések lehetnek a két rész között jelszintbe. Na most, hogyha túl magasra állítjuk a bemeneti jelszintet, akkor az lesz, hogy az eleje, ez a halk ének, ez nagyon szép lesz, nagyon jól fog hangzani, viszont amikor elkezd már kicsit, mondjuk úgy, hogy hangosabban énekelni, akkor ugye az egész jelszintem el fog torzulni, és ez aztán végképp rossz, mert hogyha a jelszintből kiesik az éneknek egy része, azt már semmilyenképpen nem tudjuk visszahozni. Tehát egy szónak is száz a vége, úgy kell beállítani a bemeneti jelszintet, hogy inkább halkabb legyen, mint hangosabb, és aztán majd szépen a dobozon belül, a gépen belül digitálisan felerősítjük a jelet. Na most pont erre hoztam egy példát. Ugye itt volt a Bella Máté barátom, még tavaly nyáron vettünk föl vele egy számot, ugye, amit már hallhattatok, és például az ő éneksávja pont ilyen. Szóval itt láthatjátok a Máténak a sávját. Ezt most így lejátszom minden figyfere nélkül, úgy, ahogy föl van véve. Tévedtem, nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nevem. Valaki elkérte, egy cetlire írt fel, és tedd el emlékbe. Na, mint ahogy látjátok, itt a sávon pontosan az történt, amiről beszéltem, hogy itt az ének elejét ilyen szép halkan elkezdi a Máté. Nem értettem, ugye? Mit meg... És aztán jön egy ilyen rész, ahol így fölemeli a hangját. Majd eltűnik végleg! Na most ugye, hogyha ennél magasabbra állítottam volna be a bemeneti jelszintet, akkor az történt volna, hogy ez az első kis rész, ennek ilyen szép jel formája lenne, viszont itt a hangosabb részeknél már teljesen veszteségesek lennénk, ugyanis a jelnek egy bizonyos területe már kiesne. Na most ez az egyik, amit meg szerettem volna mutatni, tehát itt látszik is, még ha egy picit figyelünk. Nem értettem, ahogy itt látjátok, ahogy ugrál, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nevem. Valaki elkérte, egy cetlire írt fel, és tedd el emlékbe! Szóval eddig megvolnánk, itt láthatjuk a nyers éneket. Na most ugye nyilván ez így önmagában egy zenében nagyon kevés lesz, mert hol halk, hol hangos, és erre szolgál egy olyan dolog ennek a kiküszöbölésére, amiről én nem igazán szerettem volna beszélni egy videóban sem, vagy mondjuk úgy, hogy még egyelőre, de sajnos itt elkerülhetetlen. Ugye, ha józan paraszt ésszel gondolunk rá a dolgokra, hogy hogyan is oldanánk ezt meg, ugye azt kezdenénk el csinálni egy zenébe, hogy ahogy erősödik vagy halkul a Máté hangja, olyan mértékben tologatnánk a sávján a hangerő potmétert, hogy úgy egy forma hangszínbe jöjjön ki az egész. Na most nyilván nem ezt csináljuk, hanem az ilyenekre szolgálnak az úgynevezett kompresszorok. És rögtön meg is mutatom az egyik szerintem legegyszerűbb és legelterjedtebb kompresszort.
ez pedig a, hát ilyet elég sok helyen láttok, ez az LA2 kompresszor. Azért szeretik nagyon sokan ezt a kompresszort, ugyanis összesen 2 tekerő potméter van rajta, amit használni kell. Na most a kompresszor, még egyszer mondom, pontosan azt csinálja, amit szeretnénk, hogy a halk részeket felerősíti, a hangos részeket pedig lehalkítja. Na most, hogy miről is van itt szó? Mint ahogy látjuk, ennek van egyszer egy ilyen gain tekerője, ezzel ugye azt érjük el, hogy azt mondom, hogy 5 decibelen szóljon az egész. Ugye akkor a halk részeket felerősíti 5 decibelre, viszont a másik, ez a peak reduction, ez pedig arra szolgál, hogy az a rész, ami túllépi az 5 decibelt, azt hány decibellel csökkentsem. Tehát mondjuk, ha most 5 decibelre állítom, és aztán kimegy 8 decibelre, akkor az pont jó, most ilyen 3-4-et állítottam be. Most ezt a peak reduction-t ezt le is veszem, és akkor hallgassuk meg, hogy itt tudom erősíteni. Tévedtem, nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nevem, valaki elkérte, egy cetlire írd fel, és tedd el emlékbe. Na, itt nagyon szépen látszott, ha itt figyelitek a wu-métert, ezen a kis sávon, itt oldalt, akkor látjátok, hogy ő próbálja tartani ugye az 5 decibelen, a halkrészeket fölhangosítja, viszont ugye amikor bejönnek ezek az erősebb részek, akkor azért még kiugrik. Na és akkor ilyenkor kezdünk el játszani a peak reduction-nel. Nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nevem, valaki elkérte, egy cetlire írd fel, és tedd el emlékbe. Hallottátok a végeredményt, szerintem egész jó lett. Na most, amit itt láttok középen, ez a VU méter, vagy ez a Volume Unit méter. Amúgy találkozhattok még vele úgy, hogy SVI, ez a Standard Volume Indikátor. Ez pontosan azt látjátok, majd figyeljétek meg, hogy most ez úgy van beállítva, hogy a Gain Reduction-t mutatja. Tehát elvileg, amíg nem lépi át az 5 decibelt, addig nullánál. Amikor átlépi az 5 decibelt, akkor pedig az itt beállított értéknek megfelelően visszahalkul. Figyeljétek! Nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nem. Tehát itt látszott, hogy itt egy ilyen 2-3 decibelt kellett csökkenteni ennél a hangosabb résznél. Tehát végül is még lehet, hogy ez a 4 is sok. Szerintem ez így jó. Na, ez a legegyszerűbb kompresszor, amit szoktak használni az emberek. Szerintem bődület jó, szinte minden egyes sávra teszek egy ilyet. Hogyha ennél szeretnénk egy kicsivel bonyolultabb kompresszort látni, az pedig itt van egy másik, ez az Universal Audio-nak a 1176-os limiter amplifier-a. Látjátok, ezen már több tekerőke van. Itt végül is azt tudjátok beállítani hasonlóképpen, hogy mennyi legyen a bemeneti jelszint. Itt láthatjátok a kimeneti jelszintet. Viszont itt a kompressziónak már meg lehet adni egy attack és egy release értéket. Ez például arra jó, hogy ugye nyilván az attack release, ezekről már volt szó, ugye az attack az mindig az az envelope shaperben, hogy milyen gyorsan reagáljon egy bizonyos dologra. Tehát például ott van egy kick drum, egy lábdob, ugye, amit hogyha így megszólaltatsz, akkor az először nagyon hangos lesz, hogy buf, így szól bele, ugye? Na, ennek egy picit az etekjét nagyobbra szoktuk állítani, mert nem kell rögtön, hogy a belépésnél már lehalkítsa, viszont utána elég gyorsan, illetve a release az pedig, hogy milyen szép lassan álljon vissza az eredeti szintre. Valamint láttok még itt egy ilyen ratio nevezetű részt, ezzel pedig azt tudod beállítani, hogyha a megadott decibelt átlépi, akkor hány decibellel ugorjon vissza. Tehát itt körülbelül megint arról van szó, mint az előbb, nézzük meg ezzel. Nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nevem, valaki elkérte, egy cetlire írd fel, és tedd el emlékbe. Azért itt láttuk a VU méteren, hogy elég nagyokat ugrál,
és én azt szeretném, hogy rögtön reagáljon rá, és aztán szépen jöjjön vissza, még akár egy ilyen 12-t is lemehet, bár... Nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én... Tehát hallottátok? Itt már azonnal reagált rá a kompresszor, és ez a kis rész, ahol fölhangosodik a Máté, azonnal visszaugrott. Majd eltűnik végleg az én... Tehát a végleg az már szinte alig-alig, sőt, még lehet halkabb volt, mint a többi. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ne menjen csak 4 decibellel, meg egy picit később reagáljon. Majd eltűnik végleg az én... Azért itt jobban megmaradt a dinamikája. És ugye még itt láthatjátok alul azokat a dolgokat, amiket szoktam rakni egy éneksávra többnyire. Tehát a kompresszor, azt megbeszéltük, az elengedhetetlen equalizer, valamint, ugye, mint minden ének, most ez kicsit egyszerűen ide van rakva a sávra, egy plate reverb. És akkor nézzük meg, hogy végeredményként körülbelül így szól a Máté. Nevem valak... Tévedtem, nem értettem, mit megtettem, majd eltűnik végleg az én nevem. Valaki elkérte, egy szetlire írt fel, és tedd el emlékbe! Ennyit szerettem volna elmondani a mai videóban, remélem érdekesnek találtátok. Bármi kérdésetek van, írjatok nyugodtan Facebookon vagy a YouTube-on, zenéimet pedig meghallgathatjátok SoundCloud csatornámon. Sziasztok! Na most az FX channelt azt ugyanúgy lehet kitenni a mixerre, vagy hozzáadni a projektünkhöz, mint a group channelt. Tehát mondjuk én azt mondom, hogy ezek a dob csatornák szóljanak egy FX csatornán keresztül, és akkor azt mondom, hogy add FX channel to selected channels.